Manapság is ott van a rendőrség? Ugyanabban az épületben? Igen. Ugyanabban az épületben. El is tudlak oda vinni. El akarnál egyszer oda menni, és azokat a helyeket újra megnézni, illetve Moldovánnal személyesen találkozni, vagy inkább nem? Nagyon szeretném, te. Miért? Mert nagyon fájdalmas ez az élmény. Jaj, tudod, azt szeretném, hogy Moldován nézzen a szemembe, és mondja azt, hogy ez nem volt igaz. Ezt akarnám látni. Ezt szeretném látni. Ha ez van az utolsó dolog, amit látok is. Nézzen a szemembe, és tagadja ezt le. Ezt sokat olvastam, hogy miket csinálsz, miket nem csinálsz. Hogy mondja a kokot. Pont most olvastam, voltak vagy 10-en, ugye feljelentették, és mind visszavonták a feljelentésüket, mert féltek, vagy valami ilyenek. Én nem félek tőle. Érted? És ezért szeretnék. Ezért. Én jártam előtte el, erről nem akarok beszélni, hogy utána hol jártam, még de... Mi a kívánságod? Az a kívánságom, hogy ismerje be, hogy ezt elkövette. Hogy milyen, hogy mi tudott volna az oka lenni, hogy miért csinálta egy olyan emberrel, amelyik őszintén megmondom, hogy lehet még a nyakát is elvágta volna a komaros fönt. Érted? Mert még a Ceausescu időben is nem lehetett sokat, hogy mondjam már, nem csinálhattál olyant, hogy elmentél Marosfőre, és kezdted ott magadat verni a mellett, hogy te román vagy, és te ezt csinálsz, vagy azt csinálsz, vagy nem nagyon lehetett. Úgyhogy megmentettem úgymondva a bőrit, lakadalmára elhívott, és miért csinált ilyen? Mi vette arra rá, hogy engemet meg akart ölni? Mert megmondom az őszintén, a verést el is felejtettem volna. Érted? A fizikai bántalom nem bánt annyira, mint hogy az, hogy kivittek az erdőbe. Nekem az fáj, mert az akármilyen módon nézem, nem tudom, hogy mivel tudnám megmagyarázni azt, hogy kivittek az erdőbe, és kidobtak a hóba. Hát ugye azt rá tudja fogni, hogy rendőr volt, az volt a mestersége, hogy vallomásokat, vagy embereket szereljen be a rendőrségnek, besugókot, vagy valami, de miért kellett az erdőbe kivigyenek? Tehát én már akkor izé voltam ilyen nulla.